sőt ugye 2% az inflációs cél. Európai Központi Bankban, Amerikában, ezt tegyük hozzá, Magyarországon ugye 3, de ettől nagyon-nagyon messze vagyunk, mert még, egy kettes előtte van egyébként körülbelül. Szóval az inflációval azzal együtt kell élni, ezt itt üzenjük minden befektetőnek, hogy fel kell készülni, ennek megfelelően kell elhelyezni így a pénzüket, portfóliókat kialakítani, illetve hát ebből következik az, hogy a kötvényeknek a helyét és a kötvénypiacot is így újra kell gondolni.